Soma Bálint vagyok, a Vezuvón Gáró Kennel tulajdonosa. 2012 óta van Kane Korzom. Ezt megelőzően 1999-ben egy kutyaújságban szerettem bele ebbe a fajtába, amikor is fényképen láttam ezt a csodálatos kutyafajtát. Azóta igazából nagy szerelem nekem, de 2012-ben adódott lehetőség, hogy az első Kane Korzomat megvegyem. Majd utána megalapítottuk a kennelünket, és elkezdtük a kutyákat tenyészteni. Rengeteg kiállításra jártunk velük. Nagyon fontos volt a küllemi szempont is számunkra, de azért is választottuk a Kane Korzót, mert egy nagyon jó őrzővédő kutya, egy családbarát, gyerekbarát kutya, egy nagyon jó temperamentummal rendelkező kutyáról beszélünk, amely, hogyha megfelelő kezekbe kerül és képezve van, akkor akár az őrzővédő munkára, akár kísérő kutyaként, akár egy családi kutyaként, akár kirándulásra, akár sportolásra alkalmas lehet. Kell foglalkozni a kutyussal, tehát amíg kicsi, addig nagyon aranyos, nagyon cuki, de mihelyt felnő és egy picit próbál dominálni, azért egy kicsit keményebben kell fogni. Javasolt a kutyaiskola, javasolt a kutyakiképzés, egy jó kutyakiképzőt kell választani, aki rengeteget tud segíteni a kutyának a szocializációjában, illetve a kutyának az emberekhez való viszonyában. Tapasztalataim szerint kettőfajta Kane Korzó van, amit én így tapasztalok. A nagyon barátságos, az abszolút emberbarát, szinte mindenkivel nagyon kedves, és a tartózkodóbb típust, aki egy kicsit megmutatja, hogy azért ő hozzá ne nyúljon akárki, ne simogassa akárki. Tegye boldoggá kutyáját egészséges zöldségekkel, gyógynövényekkel, értékes olajokkal, és mindenek előtt sok friss hússal, mint a Platinumban. Minden egyes kilogramm Platinum szárasztáp 1,27 kilogramm friss húsból készül. Húsos, szaftos és íncsiklandó. Az igazán boldog kutyákért. Rendelje meg most otthon a kényelméből. PlatinumNatural.hu. Ezt a kutyát is el lehet vinni szinte bárhova, megfelelő szocializációval, megfelelő törődéssel és rengeteg foglalkozással. Én azt gondolom, hogy szinte bármelyik belvárosi részben, akár külföldre, belföldre kirándulni lehet az embernek vinni magával. Sokszor szokták kérdezni tőlem, hogy gyerek már én mennyire ajánlom vagy javaslom. Én azt mondom, hogy maximálisan, de a gazdán rengeteg múlik. Tőlünk vittek nem egy kiskutyát kisgyerekekhez, illetve még meg sem született gyermek mellé is szándékoztak, nyugodt szívvel ajánlottam, és pár évesen a gyermek saját maga vezette fel a kiskutyát, illetve akkor már a felnőtt kutyát az utcán. A Kane Korzó a római molosszustól származik, nagyon régóta, tehát egy régi kutyafajta volt az ókorban is, már használták a legendák szerint a római légiók is. Majd a második világháború után mindössze 70 egyedet találtak, amiből megkezdték az újratenyésztést. Ez a 70-es évek táján volt, ha jól emlékszem, 73-ban. Régen a 60-as, 70-es években Dél-Itáliában, Pújában, Bazilikátában, Kalabriában, ezekben az olasz régiókban, gazdaságokban használták családok, és akár tradicionális családok is, főleg a teheneknek a terelésére, a teheneknek az őrzésére. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a régmúltban a Kane Korzó egy igazi dél-olasz, akár paraszt kutyának is nevezhető nagyon jó őrkutya volt. Használták nyilván területőrzésre is, az árt udvar őrzésére, a majorok, illetve tanyáknak az őrzésére Dél-Olaszországban. 83-ban alapították meg a Kane Korzók baráti körét. 1987-ben mindössze 140 kutya volt egy kiállításon, és utána az 1990-ben, ha jól emlékszem, Veronában volt egy kutyakiállítás, amelyen a Kane Korzó osztatlan sikert aratott, és elindult a világ hódító útjára, hogyha úgy nevezzük. 1994-ben az FCI fölvette a tagjai közé,
a kánekorzót, és utána egyre népszerűbb lett Közép-Kelet-Európában is, és utána később hazánkban is. A kánekorzó az elsősorban egy nagyon jó őrzővédő kutya, gyakorlatilag a támadása elsöprő lendületű és erejű, egy robusztus testalkatot jellemez, illetve mutat, összehasonlítva egy könnyebb szerkezetű, esetlegesen gyorsabb kutyával, ő inkább az állkapcsának az erejével hatásosabb, illetve a testtömegével. Egy kánekorzó szélsőséges súlyú, tehát a súlyban azt mondanám, hogy szélsőséges esetek vannak, hogyha mondjuk egy kanról beszélünk, a 45 és 65 kg közötti egyedek találhatóak. A kánekorzó egyébként nem lehet sosem nehézkes, mindig egy atletikus, robbanékony kutyának kell lennie, csontozatában és izomzatában egy dinamikusnak, tehát gyakorlatilag egy robbanékony kutyának kell lenni. A kánekorzó nagyon-nagyon jól képezhető, nagyon jól tanítható, én azt gondolom, hogy nagyon okos kutyafajta. Az én kutyáim szinte gondolatunkból kiolvassák, hogy mit szeretnénk. Ha mondok egy olyan szót, hogy megyünk, sétálunk autóval, kirándulunk, ők azt tudják. Én azt gondolom, hogy a jó kánekorzó az egy nagyon kellemes társa tud lenni mind az egyedül élő embernek, mind a családban élő embernek, mind a gyermekes családoknak, illetve mind azoknak, akik esetleg szeretnék, hogyha egy megbízható őrzővédő kutya legyen mellettük, vigyázzon a birtokukra, vigyázzon a vagyontárgyaikra, a házukra, a lakásukra, illetve dolgozni is el lehet vinni, aki esetleg ebben gondolkodik. A kánekorzó az a fajta kutya, amelyik mindig a gazdájának a közellétét keresi, meghal egy simogatásért, beleül az ember ölébe, ha netántál lakásba tartja, belemászik a fotelba, mindig ott akar lenni a család környékén, esténként, hogyha úgy van, akkor elfekszik a tévéző család közelében vagy környékén. Tehát ő az a kutya, amelyiket nem szabad, hogy kint hagyjuk esetleg tanyán, gyártelepen, telken. Ez nagyon fontos kiemelnem, hogy kell szocializálni a kutyát, megfelelően kordában kell tartani, de normál körülmények között. Én azt gondolom, hogy egy jó agyú kánekorzóval, hogyha az ember minimálisan foglalkozik, akkor ez nagyon jó kutyává tud válni. Akikkel általában össze van szoktatva a kutya, legyenek azok családtagok, távolabbi családtagok, barátok, ismerősök, azokat bármikor be lehet engedni hozzá a gazda jelenlétében. Itt is előfordulhatnak olyan kánekorzók, amik dominánsabbak, nyilván akkor azokkal meg kell találni a közös hangot, akkor azokat a kutyákat el kell zárni, hogyha olyan ember jön, akit nem sűrűn látnak, de összességében azt gondolom és azt látom, azt tapasztalom, hogy én szinte bármelyik kutyámat ki tudom engedni a saját jelenlétembe, akárki jön hozzám, még hogyha az idegen is. Nyilván van egy 5-10%, amit nem szívesen enged ki az ember, de a nagy többségét, a 90-95%-ot szinte bármikor ki tudom engedni. A kánekorzó egyébként egy nagyszerű sportkutya is tud lenni, de hozzáteszem, hogy a felnevelése nem egyszerű. Tehát egy szenzitív fajtáról beszélünk, ami az ízületekben, a csontozatokban és a szallagokban megmutatkozik. Tehát a kánekorzót hagyni kell felnőni 16-18-20 hónapos koráig, addig őt nem nagyon kell terhelni. Nyilván kivételt képez az úszás, az nagyon-nagyon jót tesz neki, hogyha valaki teheti. A kánekorzó őrzővédő munkájával még annyit szeretnék megjegyezni, hogy a kutya a fogás után viszonylag hamar visszaáll, tehát nem pörög nagyon sok ideig. Ezt is egy jó dolognak tartom. Viszonylag könnyen meg lehet nyugtatni és vissza tud állni megfelelő vérmérsékletre. Hozzáteszem, sok gyakorlással és őrzővédő munkával tudjuk ezt elérni. Tehát összegezve a dolgot, a kánekorzó egy nagyon jó kutya, nagyon merem ajánlani, egy lágyabb kutya, mint esetleg a még robusztusabb nagy őrzővédő kutyák, egy családi kutya, egy nagyon család és gazda szerető kutya, viszont azt ki kell emelni, hogy azért nem egy játékkutya, tehát tud ő nagyon kőkemény is lenni, és borzasztó harapása és szorítása van az állkapcsának, tehát gyakorlatilag oda kell figyelni a képzésénél, oda kell figyelni a szocializációjánál,
és én azt gondolom, hogy egy jó Cane Corsót, egy jó agyú Cane Corsót csak az ember tud elrontani. A Cane Corso dominanciáról beszélnék egy kicsit. Általában domináns más egyedekkel a felnőtt kifejlett egyedek, főleg a kanok. Én azt tapasztalom, hogy szukákat tudok együtt tartani, kanokat azt egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy itt is, amit már említettem, hogy valamelyik nagyon barátságos, valamelyik nagyon nem, illetve domináns. Más kutyával, akikkel nem nő fel, akikkel felnőttként, idegenként találkozik, azokkal domináns viselkedést fog mutatni. Különösen a kanoknál igaz ez, a szukák valamivel lágyabbak, de ezt sem jelenthetjük ki egyértelműen. Amikor megszokták tőlem kérdezni, hogy kant vegyenek vagy szukát, mert azt hallották, hogy a szuka azért az lágyabb, könnyebben kezelhető, ez sajnos nem minden esetben van így, ez minden egyednél más lehet, teljesen mindegy, hogy mi a neme. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon jó kezelhető lágyabb kanok, és vannak nagyon-nagyon domináns, keményebb szukák. De én azt gondolom, hogy a szuka talán annyiból könnyebb lehet, hogy a termete kisebb, talán jobban kezelhető. Egy nagy darab erős kan első kutyának, hogyha domináns, akkor az több borsot törhet a tulajdonosnak az orra alá, mint esetleg egy szuka. De hozzáteszem, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az egyed függő. Még annyit mondanék itt az őrzővédő munkájáról, hogy egyébként a zárt udvar, a zárt udvaroknak az őrzője és ugye a Cane Corso, ennek a védelmére, ennek az őrködésére, az őrzésére tanítani sem kell, hiszen az évszázadok során ez végig a vérében volt, hiszen a feladatai közé tartozott a birtokvédelem, akár csak a tehenészeteknek a védelme, illetve a vidéki gazdaságoknak az állataival való terelése. Úgyhogy aki egy kisebb udvarra beszeretné vinni, azt is tudnám javasolni, illetve azt gondolom, hogy megfelelő körülmények között, ha nagyon sokat le van mozgatva a kutya, nagyon sokat van vele sétálva, akár egy nagyobb lakásban is elképzelhető a Cane Corso, hiszen ő tényleg egy ilyen kanapé kutya is tud lenni, de hogyha valaki így szeretne kutyát, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy akkor legalább naponta négyszer vigye el hosszú sétákra, mert azért van mozgásigény a Cane Corsónak, és alapvetően ő egy nagy, közepesen nagy testű kutya, amelyik a kertben érzi igazán jól magát.